Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. Mai adásban az Aspire BDC készülékekkel fogunk megismerkedni, melyet a Vape42 áruháztól kaptunk tesztelni. Nézzük meg őket közelebbről. Elsőként nézzük meg ezt, ami kísértetiesen hajaz egy Vivi Novára, szabvány 5-10 drip tippel, 5-10-es csatlakozással, 3,5 ml űrtartalommal. A következő ugyanez a verzió, csak egy acélpalást van a testen, a plexi körül, de ugyanúgy itt és itt vannak a betekintő ablakok. Nyomon tudjuk követni a folyadék fogyását. A következő az egy penkep, azoknak, akik kicsit háklisabbak arra, hogy a zsebükben hordozzák a készüléket, és nem szeretik, hogyha piszkos drippet vesznek a szájukba. Nekik ez tökéletes. Ego csatlakozóval, ugyanúgy egy ilyen kis plexi betekintő ablak egyik-másik oldalon, a levehető kupak, és egy puha gumi drip az, ami található. Ez nem szabvány 5-10-es, ezt csak ide-vissza kell tolni. Most a vicc kedvéért egy ilyen 650-es automata aksira rátekerjük, és így néz ki összeszerelt állapotában. A következő ezzel majdnem megegyezik, ez egy Helix típusú, ugyanúgy Ego csatlakozással. Ennek az űrtartalma 1,8 ml, ezen most megnézzük, hogy hogy kell egy ilyet tölteni. Itt a menetes részt megfogjuk alul, illetve a palástot, szépen, óvatosan széttekerjük. Természetesen első beüzemelésnél üres állapotban. Úgy, ezt félre is tesszük. Itt láthatjuk a kazánt. Ez egy 1,8 ohmos kazán. Amint látjuk, itt van egy levegőző luk, ahol bejön neki a lötyi, illetve vele szemben itt a másik oldalon. A kazán csere, az másból sem áll, csak ezt a részt kitekerjük, kidobjuk, és beletekerünk egy teljesen újat. Felújítani nagyon nincs értelme, mert ha megnézzük, fölülről jól látszik, hogy egész magasan vannak a tekerések, tehát itt van egy tekerés ebben a magasságban, és közvetlen alatta itt van. Ha megnézzük, itt az érintkező kivezetése, tehát az egyik láb itt van kivezetve, és ha ezt a távolságot ők simán ellenállás húzallal oldanák meg, akkor szépen itt az egész érintkezne a másikkal, ezért egy ilyen vezető-nem vezető ellenállás ponthegesztéssel össze van hegesztve, rajta van egy szigetelő csövecske, ami meggátolja, hogy a két tekerés egymáshoz hozzáérjen. Ez gyakorlatilag olyan bődületes összegekbe kerül, hogy egyszerűbb, hogyha ezt kidobjuk és cseréljük egy másikra. Mosni is lehet. Én próbáltam, nagyon nincs értelme, mert nekem utána használhatatlanná vált, csak a szenvedés van vele. Amit még közelről láthatunk, hogy itt a lukon, ha benézünk, ez körbe egy vatelin-szerű, inkább csak azt mondom, szerű fátyolszövet, vatelin, valaminek a keveréke, egy kis vékony szövet van a paláston körbe tekerve, és ehhez a szövethez ér hozzá az üvegszál keresztbe itt és alatta. Nézzük meg, hogy kell megtölteni.
fejjel lefelé fordítjuk, és egészen a töltő, vagy a levegőző cső aljáig töltjük, nem tovább, mert különben szörcsögni fog. Fogom a fecskendőt, és szépen elkezdem a palást oldalán csorgatni lefelé. Elsőre ennyi elég lesz. Fejjel lefelé állítva visszatekerjük az alját. Megfordítjuk, és hagyjuk, hogy egy kicsit így on. Ott már jön is a bubi. Ha akarjuk, egy-két üres szívással rásegíthetünk. Úgy, ezt félreteszem. Addig letekerem ezt az automata aksit. Megnézzük, hogy ezzel mit muzsikál. Folyamatosan jönnek a bubik. Nekiállhatunk. Na nézzük. És akkor most nézzük a BDC-ket teszt közben. Nézzük meg először a Nova méretűt. Nagyon jól előhozza az ízeket. Jó a füstje, a torokhatás is megfelelő. Arra kell nagyon figyelni a beüzemelésnél, hogy bár gyakorlatilag én egyiknél sem szoktam azt csinálni, hogy beleöntöm és már szívom is, azért ennek egy kicsivel több időt kell hagyni, hogy föl tudja venni a mind a két fűtőszál a folyadékot ezen a két kis lukon, és a palást belső részén található szöveten keresztül. Hogyha ez megtörtént, akkor onnantól kezdve élvezhetjük az ízeket. Ugyanez a verzió, azt nem fogom szétbontani, létezik ebben a fémpalásttal védett részben is. Itt belül ugyanúgy plexi van. Kívülről egy SS palást, az, ami védi a tankot. Méretre ugyanaz mind a kettő 3,5 millis. Itt gyakorlatilag csak az dönt, hogy kinek mi a preferenciája, mi tetszik. Itt van ez a verzió belőle, ami szintúgy BDC, és ha sikerül széthúzni, akkor látszik, hogy ez egy ilyen kis lapos csútorával rendelkezik, nem a szabvány, szétjött, nem a szabvány 5-10 csatlakozóval. Ez inkább egy puha guminak mondanám, ezt most nem fogom beüzemelni, de inkább ez puha guminak mondanám, ami valakinek kényelmes, valakinek nem, egyszerűen csak a szájába veszi és lógatja, tehát ha zsebbe teszi, akkor rárakja a kupakot, nem piszkolódik, ez ilyen szempontból talán higiénikusabb is. És itt van még a Helix méretű és típusú, vagy Hallmeiser, ki hogy ismeri. Ezt nézzük meg ezen a kis 650-es automatán. Rátekertük, előzőleg már megtöltöttük likviddel, és jól meg is szívta magát. Nézzük meg akkor, hogy ez mit muzsikál.
Még ezzel a készülékkel is nagyon szépen kiadja az ízeket. Nagyon jól el lett találva egyébként ez a kazán megoldás ezzel a két fűtőszállal. 1,8 ohmon nagyon finoman kihozza az összes, amelyiket én próbáltam, az ízeket. A TH-ja is megvan rendesen. A karbantartása, lehet próbálkozni azzal, hogy kimosogatni, meg tisztítgatni. Az izzítást azt nem javasolom, mert nagyon könnyen megég. Ki kell mosni esetleg egy kis citrompótlós vízben áztatni, jóval tovább, mint ahogy azt megszokta az ember, tehát mit tudom is én, 1-2 órát utána kiszárítani mondjuk radiátorom, de én azt mondom, hogy ez az a kategória, aminél sokkal egyszerűbb az, hogy a régit leszedem róla, az újat rátekerem, megtöltöm, kicsit hagyom, hogy pihenjen, és utána szívom. Nagyon jó íze van. És ahogy látjátok, a füstre sem lehet panasz. Tehát ha olyan készüléket kerestek, ami egyszerűen karbantartható, és fenntartási költsége is olcsó, nagy gőzt ad, és szépen kihozza az ízeket, akkor bátran merem nektek ajánlani az összes BDC verziót. Lehet kérni ezt a Helixet színes fémpalástal is, az most pont nincs nálam, de lehet kérni ezzel a naggyal a krómozott verziót, vagy a nagyot, csak simán a plexivel, ha úgy tartja kedvetek, akkor, és plexitek van otthon mondjuk a régi Nováról, semmi gond, rátekeritek, használjátok, csak a felső és az alsó részt kell kicserélni. Amiket róla hátrányként el lehet mondani, illetve hát amiket, hát ez csak egy dolog, ha betekerjük a kazánba, akkor hajlamos a középérintkezője besüllyedni. Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, hogyha mondjuk egy másik készülékre átrakjuk és nem izzít, hogy egy kis csavarhúzóval óvatosan belenyúlunk, és óvatosan, apró mozdulatokkal billegtetve egy picit kijebb tudjuk húzni, és így most már kijebb is van, mint a negatív pólus. Beigazítjuk, hogy középen legyen, és ugyanúgy tudjuk használni, mint annak előtte. Tehát, hogyha valaki egy egyszerű és olcsón fönntartható kazánt keres, viszonylag nagy kapacitással, akkor bátran javaslom neki ezeket a BDC Aspire tankokat. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, sziasztok!